Mikor is hogyan is rekedtetek benne? Én nagyon sokat hallottam Notice-ról görögben, tehát a hazai görögök emlegették. Az Országos Görög Önkormányzatnál megjelenik egy újság, ahol az ő kulturális híreikről mindig szó van, és én azt meg szoktam kapni, és állandóan láttam, hogy vezényel Notice Georgi. És akkor egyszer kérdeztem, hogy ki ez az ember, egy ciprusi karmester, és itt van, és ilyen aktív, és ennyi helyen felbukkan, hogy ő kicsoda, mert már titokban arra gondoltam, hogy meg kéne keresnem, és hát ha tudok tőle is tanulni, mert én rettentesen örülök, hogyha olyan embertől személyesen gyűjthetek az ő hazájából dalokat, aki nyilván ennek a legjobb ismerője. Gondoltam én, hogy egy karmester az biztosan tud nekem a szülőföldjéről népdalokat ajánlani. A ciprusi dalokhoz ugyanis nehéz hozzájutni. És aztán egyszer fogtam magam, amikor megláttam, hogy gitár koncertje van, illetve a gitár együttesével, Zsuzsival, ketten egy nagyon szép összeállítást, egy szép műsort adtak elő a MOM-ba. És elmentem, és volt nálam egy füzet, és végigjegyzeteltem, és láttam, hogy csupa olyan csemegéket játszanak, és olyan intellektuális alapon összerakott, de gyönyörű tartalommal megtöltött zenék, amikért magam is nagyon lelkesedem, és az ilyenfajta ismeretterjesztést, ami a zenén, a szórakoztatáson túl így tanít is, és oktat. Tehát ez nagyon érdekes volt számomra, és utána, amikor oda mentem hozzá, akkor úgy tűnt, hogy ő nagyon örült annak, hogy találkozunk, és úgy kezdtünk el beszélgetni, hogy már 3 perc alatt az volt a vegyomásom, hogy már csak folytatunk egy rég megkezdett beszélgetést. Tehát valamiért egy ilyen nagyon mély, valahol már létező barátságnak szinte a folytatása lett ez, és aztán utána többször találkoztunk, még szakmai dolgokról is beszélgettünk, és úgy tűnt, hogy egymás terveibe egy részt tudunk venni. Tehát nekem nagyon megható az, amilyen alapossággal ő megismerte a magyar kultúrát, ahogyan beszél, az egyszerűen fantasztikus. Olyan gyönyörű szókincsel, olyan kiejtéssel, hogy nagyon sok magyar ember elszégyelheti magát a 50 szavas SMS nyelvezettel, amilyen gazdagon ő beszél. Annyira érzi és érti ezt a nyelvet, hogy például kértem, hogy segítsen egy különleges görög kántának a magyar fordításában, hogy bekerülhessen a készülő lemeznek a anyagába, a fordításban is. Most nem csak, hogy lefordította úgy, ahogy, hanem gyönyörűen ritmusra, és ízre, és tónusra úgy, hogy mintha egy valódi műfordító lett volna. Én csak Nagy Lászlót ismerem, aki úgy tudott ritmusra fordítani népdalból, bolgár népdalból magyart, hogy az magyar nyelven is tökéletesen idézi az adott nyelvet. És szóval elképesztő ember, és közben pedig minden ez olyan kis finom, és játékos, és egyszerű, és nagyon távol áll tőlem mindenféle mesterkéltség. Nagyon tetszik nekem az, hogy ennyire vonzódik a természethez, hogy gyakran kirándul, és gyakorlatilag úgy ismeri ezt az országot, mint a tenyerét. Tehát az, hogy ő most magyar állampolgár is lett, az szerintem magától értetődik. Bárcsak sok ilyen magyar állampolgár lenne, aki ennyire szereti és ismeri ezt az országot.